No hát ugyebár nem először szerezte gólt a válogatottban, mert a novemberi tornán már többször is betaláltál, de hát ez tétmeccsen volt, ez más ilyenkor? Hát ez az érzés, ez úgy gondolom, hogy mindig is nagyon-nagyon szívmelengető lesz. Ugye ez így, hogy most tétmeccsen volt, ez még talán egy kicsit nagyobb dolog, de hát nem tudom, egyszerűen... Nagyon-nagyon jó érzés, úgyhogy tétmeccs, nem tétmeccs, a válogatottban gólt lőni, ez mindig nagyon jó. Mi volt az első gondolatod, mikor láttad, hogy bekotortod a kapuba a korongot? Hát először nem tudtam, hogy a Terbi ért bele utoljára, vagy én, úgyhogy ott kérdeztem tőle a jégen, hogy akkor most ő volt, vagy én. Aztán mondta, hogy én voltam, úgyhogy örültem nagyon. Ezek szerint ő neked adta, mert mi is néztük a felvételen, hogy ki érhetett be utoljára, de hát a hivatalos statisztikában is a te neved szerepel. Igen, jó fej volt nagyon a Terbi, igazából kikaparta nekem a gesztenyét, úgyhogy ez jó gól volt, munkáskor. Összességében hogy látod ezt a mérkőzést? Ugye azért az első harmadban nagyon is domináltatok, hiába ők szerezték meg a vezetést, a másik az kicsit küzdősebb volt, a harmadiknál meg úgy gondolom, hogy kellett Hári János egyéni teljesítményével szerzett gólja, hiszen azzal megtört a jég. Igen, hát a Janinak nagyon nagy meccse volt, nagyon jól játszott, tényleg hozta azt, amit tud. Sokat tudok tőle tanulni én is. Úgy éreztem igazából, hogy végig kontroll alatt tudtuk tartani a meccset. Igazából voltak periódusok az elején, ott volt egy pár lövésük, de úgy gondolom, hogy az volt a kulcs, hogy a padon pozitívak maradtunk, és nem lettünk frusztráltak, úgyhogy ezt szerintem nagyon jól csináltuk, és utána kontroll alatt tudtuk tartani a meccset. Sajnos megszereztük a vezetést, de gyorsan tudtunk lőni két gólt, utána még kettőt, és az megtört a rendületüket, és mikor nem szoros, akkor azért akkor kijön a tudáskülönbség, és a második volt a legjobb harmadunk amúgy szerintem, attól függetlenül, hogy nem lőttünk gólt, és utána a harmadikos nagyon engedtük, hogy valami momentumuk legyen, és ezáltal a eredmény is elszaladt a végére egy picit. Igen, jó meccsed volt, ezt leszögezhetjük, és nagyon kellett a második gólod, mert az ott megtört egy jeget, és utána megint elkezdtetek hengerelni. Erre a második góladra térjünk egy kicsit, mert az azt hiszem, hogy az egyéni kvalitásaidat jól mutatta. Igen, jól cserélt a Bálint, pont bejöttem a padról, láttam, hogy ellenfél már beszélt, elmentek cserélni, nem volt ideje feljönni a hátvédnek, és igazán viszonylag könnyű volt, mert állt egy helybe, úgyhogy összejött. Az egyébként tanulható, amit ő csinált annál a gólnál, vagy ez az ő egyéni kvalitásait mutatja, vagy ez annak az érdeme volt? Hát nem tudom. Biztos, hogy neki van egy ilyen ajándék, amivel ezt ő tudja csinálni, de hát próbálok tőle ezt azt ellesni, úgyhogy hát, ha nekem is majd sikerül. Abban az akcióban mik lehetett az, hogy a helyzetfelismerés, hogy így a padról beugorva azonnal vitte a korongot, vagy azokat a csereket, amiket ő megcsinált ott, és a kapuig vezette a korongot, ezt lehet tőle ellesni? Úgy gondolom, hogy mind a kettőt. Én most főleg inkább a cselekre gondoltam, de a helyzetet is nagyon jól felismerte, hogy ott egyből lehet menni, és nem kell visszafordulni. Úgyhogy tényleg, ahogy mondtad, mind a kettőt szerintem érdemes ellesni. Hát ezt szerintem azért nem tanulható, hanem inkább már tehetségüleg, vagy így alapból megvan. Valószínűleg ezért tudok eredményes lenni hosszú távon a klub szinten is, de mindig lehet fejlődni. Az első harmadban is lőttél gólt, Erdély Csanád gyönyörű gólpasszt adott neked, ez még a Borános időkből jött? Hát nem, az inkább Kercsó Árpi bácsi, a svájci, és üvöltöttem már neki ott egy 6 másodperc hamarabb, hogy svájci, aztán igazából összejött. Holnap ugye jönnek a japánok, ott fog eldőlni, hogy melyikötök jutott ebből az előselejtezőből, mit versettől a mérkőzést nehezebb lesz, mint az első kettő? Mindenképp. Most tavaly játszottunk csak két edzőmeccset, hogy sok emlékem nincs, de ők is nyertek két meccset, hogy valószínű nagyobb ellenállás lesz, és ugye egy csoportban is vannak velünk a világbajnokságon, hasonló kaliber, úgyhogy egy kiki meccs lesz, de hát mi azért jöttünk, hogy megnyerjük a három meccset, és továbbra is ez a cél. Hát szerintem mindig az utolsó lépésre a legnehezebb talán, és főleg, hogy Japán ellen játszunk, így egy nagyon gyors meccsre számítok, talán gyorsabbra, mint ez a kettő volt, de úgy gondolom, hogyha azt csináljuk, amit tudunk, és az edzőstáb biztos fel fog készíteni, akkor nem lesz gond. Ugye most egy kicsit több néző van kint, mint mondjuk novemberben volt. Milyen volt így hallgatni a himnuszt, hogy ilyen sokan együtt énekeltek veletek? Nagyon jó volt, hát borzongató tényleg mi is, ahogy énekeltünk a jégen, ez egyszerűen egy olyan érzés, amihez nem tudok semmi mást hasonlítani, úgyhogy főleg, hogy ennyien énekelték még velünk, ez nekem így 18 évesen hatalmas élmény volt.